A harmadik napon már nagyon összeszokottan dolgoztak a fiatalok. A Vajda rajztermében generációjuk alapvető problémáira keresték a választ. A tanulók azt tapasztalták, hogy nemzetiségtől függetlenül nagyon hasonló témák érdeklik őket, és hasonlóan látják a világot. Az olasz diákok családoknál laktak, ez is segített abban, hogy a két ország tanulói gyorsan egymásra hangolódjanak. Nagyon jó barátságok alakultak ki ez alatt, a pár nap alatt, ugyanis úgy érzem, hogy mi és az olaszok nagyon megtaláltuk a közös hangot, és mindenkinek kialakult egyfajta barátsága, és már arról beszélgetünk, hogy mennyire fognak hiányozni nekünk, hogyha szerda reggel elmennek. A programban a gimnázium nyelvi specializációs diákjai vettek részt. A fiatalok egy vagy két éve tanulnak olaszul, így ez kiváló lehetőség volt a nyelvgyakorlásra. Mivel mindkét ország diákjai középszinten beszélnek angolul, ez is segítette a közös munkát. A campobassói iskola tanárai és tanulói is nagyon jól érezték magukat kezd helyen. For us it's a very very big experience. It's so good. We love staying here and nekünk ez nagyon nagy élmény, nagyon jó. Szeretünk itt lenni, nagyon tetszettek a programok és a kirándulások, hihetetlen volt. Nem tudom máshogy mondani, mert az egyetlen szó, ami eszembe jut, az, hogy hihetetlen. Én nagyon szeretek itt lenni, és a barátaim is. Ugyanakkor nagyon jó, hogy összebarátkozhatunk a helyi diákokkal, mert nagyon jó emberek. Az Erasmus Plus program előkészítése már márciusban elkezdődött. A Vajda János Gimnázium és a campobassói iskola közösen adtak be egy pályázatot az Európai Unióhoz. A sikeres projekt eredménye az olasz diákok látogatása, a vajdások pedig jövő év elején utazhatnak campobassóba. Nem csak a diákok, hanem a tanárok is együtt dolgoznak a projekten. A diákoknak nagyon jó ez a téma, ez a projekt, mert egy kicsit kimozdulnak a megszokott környezetből. A téma a város, a kulturális örökség, a 21. századi gyerekek, az ő elvárásaik, illetve azok az értékek, amiket azért tartalmaz mindkettő iskolának a környezete, a lakóhely, amit próbálunk közvetíteni. Együttműködnek, idegen nyelven beszélnek, megismerik a saját környezetüket, a saját hagyományaikat, megismernek egy új kultúrát. A középiskolások meglátogatták többek között a Festetics kastélyt, voltak hajózni a Balatonon, de elmentek a Szentgyörgy hegyre és Szigligetre is.